És akkor most jelenleg nincsen semmi panasz, nincs. Nem volt láz, kőemelkedés, köhögés az utóbbi napokban. Védőoltás után nem fordult elő rosszul itt korábban, ugye? Nem. Jó, rendben van. Az egészségi állapotról, közérzetről és gyógyszerérzékenységről érdeklődik a házi orvos, mielőtt beadná a koronavírus elleni védőoltást páciensének. Kedd délelőtt folyamatosan előre foglalt időpontra érkeztek a lakosok a kótai házi orvosi rendelőbe a vakcina felvételére. Jellemzően fiatalokat és középkorúakat oltottak, a lakosság idősebb része már korábban megszerezte a védettséget. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok most, hogy kinyitottak a teraszok, tulajdonképpen be legyenek oltva, mert egyre több fiatal szeretne már úgymond kiszabadulni a nagyvilágba, a bulizóhelyekre, és ezért tartom fontosnak, hogy be legyenek oltva. A rendelőben egy ember beoltása körülbelül 2 percet vett igénybe. Zökkenőmentesen váltották egymást az oltásra érkezők. Kis szúnyogcsípésszerűség volt, tehát semmi különös. A tömeges oltás fázisában a regisztrációt követően már egyre kevesebb időt kell várni a vakcina felvételére. Én múlt hét hétfőn kaptam egy telefonhívást innét a rendelőből, hogy felajánlottak egy vakcinát, a kínai vakcinát fogom kapni, a Sinopharmot. Én azért tartom fontosnak, mert szerintem ez lesz a kulcsa ahhoz, hogy normális életet tudjunk majd élni a közeljövőben. Kis Csaba házi orvos azt mondta, a praxisában regisztráltak több mint 85%-a már megkapta legalább az első védőoltást. A maradék 10-15% pedig nagyrészt olyan, aki valamilyen okból jelenleg nem kaphatja meg az oltást, például vagy jelenleg beteg, vagy 3 hónapon belül átesett a koronavírus fertőzésen, úgyhogy az ő esetükben majd később fogjuk a vakcinát megadni, de effektíve azt mondom, hogy most jelenleg tényleg nagyon jól állunk. Nagyjából eddig olyan 1300 embert már sikerült legalább egy védőoltásban részesíteni a körzetből. A házi orvos hozzátette, praxisában jelenleg kínai Sinopharm vakcinával oltanak, de mindegyik védőoltás hatékony védelmet nyújt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az első oltás felvétele nem jelent teljes védettséget, így senki nem ulassza el felvenni a második adagot. Normál esetben ugye az első védőoltás után 2-3 héttel, ez oltóanyag függvénye, azért valamelyest már kialakul az immunitás, de ez az immunitás egyrészt nem lesz olyan erős, mint hogyha 2 oltást kapna, másrészt pedig nem lesz meg annyira hosszú távon. Ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő oltási protokoll legyen betartva, mert önmagában az, hogy van egy védettségi kártyánk, az nem fog attól megvédeni, hogy mondjuk 1-2-3 hónap múlva elkapjuk a fertőzést, azért mert csak egy védőoltást vettünk fel. Az előrejelzések szerint Magyarországon csütörtökön érhetik el a 4 millió beoltottat, amivel a kormány újabb enyhítéseket léptet életbe. A védettséggel rendelkezők a jövőben többek között szabadon látogathatják a színházakat, a mozikat, a könyvtárakat és a vendéglátó helyek belső részeit is igénybe vehetik.